CZ Scorpio Evo talán a legsikeresebb pisztolykaliberű karabé így a környéken, és ebből született meg egy 22 long rifle kaliberű gyakorló fegyver. Ugye van rövidebb csővel, és van 16-szoros csővel is, ugye adott piacnak megfelelő. Ugye az benne jó pofa, hogy minden kezelőszerve tök ugyanúgy működik, tehát ilyen kis fegyvernél, hogy működik a zárakasztó, a biztosító is ugyanolyan, valószínűleg ugyanazokat az alkatrészeket használták, és maga a műanyag is ugyanaz a minőség, mint a 9-es paránál. Tök jó minőségű kis cucc. Ez a B plusz T-nél, ez a cuki kis pisztolykaliberű karabé a KH-9-nek a legérdekesebb, legújabb verziója. Ugyanis ennek az a nagy mutatványa, megnyomod, és előre tudod hajtani pár fészket. Lehet, hogy itt, igen. És ha itt megnyomod ezt a gombot, ugye most az, hogy ki van drótozva, így elég nehéz vele mozogni, de így, és akkor vissza tudod hajtani. És így egy egészen kompakt csomagot kapsz, amit akár be tudsz szenni egy pulcsi vagy egy kabát alá. És akkor kicsapod, és megvagy. És ugye ez azért double action only. Double action, de fesztelíthető. És akkor single action, és fesztelíthető, és akkor lesz double action. De ezt harmadszor el tudtam mondani. Amikor a Remington pár évvel ezelőtt teljesen csődbe ment, illetve a hozzátartozó Freedom Group, akkor ugye a Martin fegyvergyártó is beládázott, és a hozzátartozó terveket, szabadalmi jogokat, névhasználatokat, azt a Rüger vásárolta meg, ezért látjuk itt most a Rüger standon ezeket a fegyvereket, és valamikor tavaly újra kezdték a gyártásukat. Tehát ezek az első olyan Marlin puskák, amik a Rüger gyárból kerültek ki. Ugye ez egy klasszikus alaszkai guide gun, ami alapvetően ővédelemre szolgál, nagy van a kellen, ez egy 45-70-es elő. Mi ez? Alsó kulcsos ismétlő a puska. Ugye azért ilyen nagy, hogy kesztyűs kézzel is lehessen használni. A csőtár, ebben 4 vagy 5 lőszer szokott beleférni, ugye ez a legrövidebb 16-szoros, de nyilván van klasszikus, fekete, van hosszabb csővel. És ami például egy újítása a Rügertől, hogy ilyen kikönnyítették a zárat, így azt mondják ők, hogy öntisztító. Tehát hogy a szennyezés, ami bekerült, mondjuk hó, azt ki fogja tolni magából. Vagy igaz, vagy nem. Tehát ők újra gyártottak egy amerikai legendát. Török Derry Arms-nál láttuk sokféle színbe pompázó kis 22-es puskákat, amik ugye úgy néznek ki felületes ránézésre, mint egy klasszikus csőtáras Winchester, úgy is működnek, de érdekesség, hogy a tárkioldójuk az ugye itt van, és egy műanyag szekrényt, íves szekrénytárat kapunk, amiben szerintem 10 lőszer fér. Ezáltal van egy olyan előnye, hogy gyorsan tudjuk üríteni a fegyvert szükség esetén ellentétben egy csőtárossal, meg ha van póttárunk, akkor gyorsan betehetjük a következőt. És így, ami nincs hátralúgása, ezzel tényleg gyorsan lehet lőni. És egyébként egész tűrhető minőségben van elkészítve. Emelhető a pofadék rajta. Hát egy ilyen érdekes taktikai táros 22-es leveregsel. Nem lettem vadász, de amikor egy vadászfegyver szép, azt el kell ismerni, meg akkor is felerős. Ez egy francia Verni Caron 500 Nitro Express kaliberű golyós puska. Dupla golyós, húzagolcsövű. Érdemes megnézni a fal vastagságokat. Kidolgozási minősége szerintem elképesztően szép. Nagyon patent az egész. És hát tegyük hozzá, hogy valószínűleg ennek az ára az egy luxus autóéval vetekszik egyébként. A Keltek KSG-t ugye lemásolta a Smith & Wesson, és ez a fegyver az MP12 névre hallgat, ugye ez is a Military & Police család,
Ugye, ha megnézzük, kettő darab csőtárunk van, mindegy. És ugye itt tudom tározni. És ugye nyilván itt is veti ki a hüvely. Tehát az a kivető, és az pedig az adogató. Érdekes koncepció, nem tudom mennyire lesz sikeres egyébként. Tehát ez a furcsa fémdarab, amit a kezekbe tartok, ez ugye az egylövetű túlélő puskája az Army kiapának, a Little Badger TPX névre hallgat, és ugye szét lehet szedni, föl lehet hajtani a váltámaszt részt, ugye ez a pusatalp, amiben még lehet tenni 12 darab lőszert is, és az egész egyébként egy műanyag csőbe, ami úszóképes, be lehet pakolni, és viheti magával az ember bárhová. Mondjuk abszolút nem néz ki fejben. Csináljunk egy összerakást. Tehát ketté szedtem. Ezt is ki tudom hajtani, ezt megszorítom, és van egy kellemes egylövetű külső bakasos rendszer, és ezt még vissza kell folytanom a piros állásba, hogy ne essen szét. És ugye ez lehet 22 LR vagy 22 magnum, és egyébként egész jó sütése, tehát itt tök meglepő. Tehát ez egy olyan dolog, egy olyan fegyver, ami elképesztően ronda, de mégis elkezdtem rá vágyni, mert annyi ilyen kis innovatív apróság van benne elhelyezve.